Alihoz, szép jó napot kívánok mindenkinek. Ha itt vagytok, akkor is. Ha utólag nézitek vissza a videót, akkor meg pláne. Hello. Kedves régi ismerősömnek integettem. Még abban az esőben is kijön, néznétek meg. Hát nagyon szép napot kívánok mindenkinek, szebb napot, ami most van. Mert elég csúnya esős idő van. Jó, tudom, az esőre is szükség van. Mert már tényleg nagy-nagy szárazság volt. Mi a mai bejelentkezésemnek a célja? Az, hogy már nagyon régen jelentkeztem be. Ahhoz képest, hogy régebben napokig, illetve minden áldott nap bejelentkeztem, de ezt most a Megoldás Balázzsal nevezeti csoportban teszem, ahol már régen jelentkeztem be, ugye, időben. Ki tudja, meddig jelentkezhetünk be? Nem tudom, hogy hallottál-e arról, hogy lehet, hogy lekapcsolják a Facebookot itt Magyarországon. Hát, amit elég nehezen tudok elképzelni, mert akkor tényleg itt nagy lázadás fog kitörni, ha már ki tudja. Rémhírt terjeszteni, az nagyon nagy divat mostanában, meg pánikot kelteni. A félelmet kitűnően el tudják adni, ugye? Az biztos te is észrevetted, kedves nézőm, hallgatom, hogy a félelmet azt tudják a lehető leggyorsabban és hatékonyabban eladni. Már akinek lehet, már aki vevő rá. Remélem, te nem vagy vevő rá, hogy a félelmet magadba szívjad. Úgyhogy, de miért is jelentkeztem be, mert most már az év utolsó napjaihoz közelítünk, ugye ma december 30-a van. Szeretném ezután is megköszönni, akik hónapok óta velem vannak itt ezen az oldalon, ebben a csoportban. Szeretném a figyelmet megköszönni, és egy olyan új évet indítani, ha még itt nem is a Facebookon, de a YouTube csatornámra, majd légy szíves iratkozz fel, majd ide a bejegyzés alá, majd mellékelem a YouTube csatornát, ahol folytathatjuk az élőket, ha már nem lesz Facebook. Tegyük fel. De amúgy is a YouTube csatornán külön fönn vannak ezek a videók, a mindennapos videók, meg a többi is. Úgyhogy mi, illetve én arra igyekszek törekedni, hogy minél több emberhez eljussanak az üzeneteim, de tényleg azért csinálom. Semmi másért, hidd el. Semmi másért. Úgyhogy én azt nézem, hogy most itt az esőben régi postás kollega megszólítottam volna, de most milyen dolog az, hogy most megszakítom az élőt, ő miatta úgyis akarok majd vele találkozni, és boldog új évet kívánni neki. Úgyhogy mit is szeretnék ma még elmondani neked, nektek. Hoppá, most pont Kaporhelyen egy Csorompóhoz értem, egy vasúti átjáróhoz értem. Legalább tudok picit a kamerába figyelni. Miről is szeretnék most még beszélni? Arról, hogy tényleg nagyon-nagyon nagy dolgok vannak előkészületben, illetve már itt vannak a kezünkben. Gyerekek, egy olyan csoda van a kezünkben, akik ugye figyelik a videóimat, azok tudják, hogy miről van szó. Ha most kapcsolódsz be ezekbe a videókba, akkor azt javaslom neked, hogy kérd az információt. Kérd, mert mi ugye itt egyelőre virágnyelven beszélhetünk csak ezekről a készítményekről, amivel mi foglalkozunk, hogy ez milyen csodákra képes, és milyen problémák megoldására képes, arról itt nyilvánosan nem beszélhetek, arról van rengeteg emberi, hangsúlyozom, emberi tapasztalat, amit neked jogod van meghallgatni olyan emberektől, akik tényleg már évek óta benne vannak ebben a családban, ebben az ügyfélklubban. Én is már lassan fél éve benne vagyok, és csodálatos tapasztalatokról számolhatok be, sőt, folyamatosan, pároskámmal együtt olyan tapasztalatokról számolhatunk be, ami tényleg egyedülálló, még mi se láttunk ilyeneket, sőt, akik már 25 éve építenek ilyen jellegű, nem azt mondom, hogy üzletet, akik már 25 éve, vagy még régebben építenek ilyen hasonló szervezetet,
családot, vagy ügyfélklubot, még azok is így kigúvat szemmel nézik, ha lehet így mondani, hogy milyen csodákat érünk itt el. Hát szerintem azt lehet mondani, hogy csodák, mert abban még nem kötött bele senki. Ugye a puding próbája az evés. Csak úgy tudsz valamiről beszámolni, ha ti is, illetve te is kipróbáltad. Ugye az autóvezetésre tudom elmagyarázni, hogy milyen érzés, hogyha még nem próbáltam ki. Ugye én is már 25 éve vezetek autót, sőt még régebben, amikor apukám odaadta az autókulcsot, egy ilyen elhagyatott mezőn éppen kirándultunk, na akkor indítsd el. Már elmagyaráztam, hogy hogy kell csinálni. Na fiam, itt van az autókulcs, sluszkulcs, indítsd el, indíts be, tedd sebességbe az autót, és akkor most curikoljál, tolassál hátra, előre, menj egy kicsit itt az úton, persze mellettem ült, nem hagyott magamra. Úgyhogy a puding próbálja az evés. Én is azt javaslom, hogy próbáld ki ezeket a készítményeket, mert olyan dolgokra is tényleg hatékony, amit még ma el sem tudunk képzelni. De nem is erről szerettem volna beszélni. Köszönöm az eddigi figyelmeteket, akik itt hónapok óta kísértek, sőt, valaki már évek óta kísér itt az interneten, a YouTube-on, ugye már régebben vannak videóim. Szia Bozsana, örülök, hogy te is itt vagy. Úgyhogy szeretném megköszönni az eddigi figyelmeteket, és holnap, szilveszter napján, majd figyeljetek a privát oldalamat, mert egy meglepetéssel készülök. Nem egyedül leszek, annyit megígérhetek. Nem egyedül leszek, egy nagyon klassz kis, hogy mondjam, az ünnephez, illetve a szilveszterhez méltó is lesz, de nagyon-nagyon komoly dolgok is lesznek benne a tartalmilag, úgyhogy figyeljetek a privát oldalamat, addig is legyen szép napotok, minden jót kívánok mindenkinek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!